Sziasztok, itt vagyunk a Play It-en, meséltek kicsit, hogy ti kik vagytok, minek öltöztetek és miből. Harley Quinn. Harley Quinnnek vagyunk mindketten. Réka a legidősebb Harley Quinnnek öltözött, a legelsőnek, akit 1992-ben bocsátottak piacra. Én pedig a legújabb Harley Quinn vagyok, aki az Injustice 2 című játékban szerepel, és május 20-valahanyadikán fog kijönni ez a játék. Csak én úgy gondoltam, hogy megláttam a trailert, és de jó a ruci, hát csináljuk meg. Szóval megcsináltam. Na, nagyon jó hangzik. Mi vitt rá titeket arra, hogy őt választátok? Most mondjam azt, hogy mert imádom a karakter. Bármi, ami az ok. Hát azt tehát, mondom hogy... akkor, hogy imádom a karakter. Maga a személyisége, a stílusa, a kinézete, és hogy szabad az egész. Tehát önmagabb lehetek benne. Tehát akkor teljes mértékben tudsz vele úgymond azonosulni. Igen. Fanny, nekem ugyanez. Ruciban van! Mi nagyon menő. Ruci nagyon menő. Az mindig menő lesz. Lehet az embereket tüftetni. Mennyi ideig tartott, míg elkészítettétek? Nekem egy hónap, egy kicsit több. Nekem olyan körülbelül 4-5 hónap környéke volt, hogy minden elkészüljön tökéletesre úgy, ahogy én szeretném. Még bent az öltözőben van egy csomó kiegészítő, pisztolyok, akkor baseball ütő, 1000 dolgom van még kövő, de ezek a leglátványosabbak. Na, szuper! Mik jelentették a legnagyobb kihívást az elkészítésük során? Neked mi? Minden. Konkrétan minden. Kezdő cosplayre kicsike. Igen. Ja. Nekem viszont vicces, a kabát jelentett a legnagyobb kihívást, ugyanis a teflon talpam úgy döntött, amivel csodálatosan lehet bőrt varni, hogy erepül. Eltörik. És örülök neki, hogy nem a szememet vitte ki tegnap este, amikor úgy döntött, hogy pif, és erepült a szoba másik felébe. Az szép. Mondjuk azt nem tudom, hogy teflon talpat hogy sikerült széttörnöm, de ilyen az én formám. Megesik. Mik a tervek a jövőre nézve? Mik a... Nyára már. Van. Golden Champs. Meg... sok van még igazából. Igazság szerint egy csomót összegyűjtöttem, és várom, hogy mikor csinálhatom meg. Ilyen horror cosplayek is terve vannak játékokból. Neked? Szeretnéd, hogy felsoroljam az összeset erre az évre? Vagy csak nyárra? Inkább így a még távolabbi jövőre. Még távolabb. Vagy úgy kérdezem, hogy mi lenne a legnagyobb, amit így megcsinálnál? Mi lenne a legnagyobb? Az az igazság, hogy a legnagyobbat, amiben a legtöbb időt szeretnék fordítani, az most őszre készül. Ez a jelmez Alice lesz, a Pókok királynője, a League of Legends játékból, és rendesen mozogni fognak elvileg a csápjaim, és nagyon cuki, pici pókok fognak körülöttem szaladgálni. Na, kíváncsian várjuk. Én is. Hogy sikerül megoldanom, de reméljük sikerül. Gondolkoztatok egyébként ilyen páros CP-ben is, vagy ez még így nem merült fel? Gondolkodtunk már, de igazániból még nincs konkrét ötletünk. Nincs meg, de gondoltuk rá. De jövőre biztos, hogy lesz páros cosplayünk. Kell. Meg kell nyomni. Szuper, jó hangzik. Hát köszönjük szépen, és jó szórakozást nektek. Mi köszönjük. Sziasztok!